jelezte, hogy a választások után jelentős összegek különít el egy úgynevezett ösztöndíj programra, és a következő év legjobb teljesítményű hátrányos helyzetű tanulói a megfelelő nyelvismeret birtokában egy hónapig ingyen tanulhatnak a kerület osztrák testvérvárosában. A gyerekek pedagógusok még természetesen bónuszban részesülnek. Akkor adnám a gondolat, és akkor amennyi szimpatikus az, hogy valami dolgos fel lehet. Jó, most így kéne, úgyhogy veszik közben. Ja, nem muszáj. Hát megpróbálom. De mondhatja. Nem is nagyon látom, de megpróbálom meg. Egy ennyit. Oké. Kerületi Kurír blog interjúja alapján azonban nem ez az egyetlen lépés, mely az önkormányzat elkívánja ismerni a teljesítményt és a kiválóságot. A tankerületi központ vezetője, valamint a polgármester úr közös interjújukban fejtették ki, miszerint 2010 óta a kerületben új korszak kezdődött. A cél a munkaalapú közösségi politika a helyi családok védelmében. Ugyanakkor elismerik, hogy amikor egy-egy intézkedésük túl ambíciózusra sikerül ilyen téren, szükség van az emberek véleményének meghallgatására. Ez is tették hozzá 2010 öröksége, amikor is az országos és kerületi szinten is megállapodást kötöttek egymással az emberek, hogy fontos ügyekben kikérik egymás véleményét. Az önkormányzat és a tankerületi központ így a korábban bejelentett hatékonysági és költségvetési hiányokat csökkentő összevonások bejelentése után a szakszervezet konzultációs jogának bejelentésére minden lépést leállított. Betartva a jogszabályban foglaltakat, a megfelelő 7 napon belül leült a pedagógusok saját maguk által választott hivatalos képviselőivel. A polgármester hétfő interjújában kijelentette, amikor egy testület, aki a magyar emberek egy részét képviseli, azt kéri, hallgassák meg, akkor nekünk kutya kötelességünk őket meghallgatni és átgondolni a mondani valójukat. Ezek fontos dolgok, kérem. A későbbiekben hozzátette, az önkormányzat komolyan vesz az egyeztetésekben elhangzottakat, ezért a történelmi múltú, később Nobel-díjasokat is kinevelt középiskolát kiveszi az intézkedés alól, ahol a leghevesebb volt a tiltakozás, és csak a többi 12 intézményben valósítja meg hatékonysági lépéseit. Indoklása szerint értékelni kell a szakma hangját, nem lehet mindenhol pusztán hatékonyságot figyelembe venni, meg kell becsülni a történelmi eredmények jelentette értékeket, a hagyományt, amelyek olyan kiválóságot jelentenek, aminek az elősegítésében az önkormányzat mindig partner volt, van és lesz is. Újságírói kérdésre a polgármesternek kellemetlenül reflektálnia kellett az illetékes szakszervezeti vezető balliberális sajtót végigjáró nyilatkozatára. Meglátása szerint tételesen nem igaz, hogy az önkormányzat nem tett volna semmit a pedagógusok munkájának megbecsülése érdekében, még ilyen komoly pénzügyi helyzetben is. Az egész projekt alapját az az online kérdőív jelentette, mely az önkormányzat honlapján bárki számára elérhető volt, így bárki elmondhatta a véleményét arról, hogy milyen feltételekkel támogatja az összevonást. A kitöltő 98%-a csak a családok védelme mellett állt az önkormányzati kezdeményezés pártjára, így az önkormányzat a saját indítványát hívta vissza, hogy az emberek véleménye alapján átdolgozásra megküldje az oktatási szakértőinek, hogy megfelelő szakmai beadvány készülhessen. Sőt, mivel a szakszervezet a sajtóban üzengetést választotta, az önkormányzatnak magának kellett lépnie, így kötelezte a tankerületi központot, hogy szervezzen egy szakmai konferenciát, mely a pedagógusok újra elhelyezkedését segíti. A kerület több családja épít az egyre növekvő pedagógus bérekre és kompetenciákra, így a szakmai előadások a pedagógus kompetenciák alapján sorolják fel azokat a FEOR kódokat, FEOR kódok az olyanok, mint a TEAOR, ilyen tevékenységkódok, hogyha valaki nem tudja, ahol a legjobban tudják meglévő szaktudásukat alkalmazni.
Arra pedig, hogy a szakmai érveket nem hallgatták meg, és ezért kezdenek a helyi sztrájk lehetőségén gondolkozni, csak annyit mondott. Mind formális úton lehetőséget biztosítottunk a szakmai érveknek. A bejelentést követő napokban fogadtuk az alkalmazotti közösség referensét az önkormányzat ülésén, aki felhívta a figyelmet a hatástanulmány hiányára, valamint forrás hiányra. Sőt, meghallgattuk véleményét azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz a zeneiskola ingóságaival, mint a hangszerek és az eszközpark, valamint az elbocsátásokkal is. A polgármester végezetül kijelentette, szeretné, ha hangulatkeltés helyett partner volna a szakszervezet abban, hogy a kerület iskoláit méltóvá tegyék a kerület hagyományaihoz, és elősegítsék, hogy a gyerekek minél hatékonyabb és minél magasabb színvonalú oktatást kapjanak. Köszönöm szépen! Ha kicsit ránézünk erre a szövegre, most hát nyilván esetekből egy halom példa vagy hasonlóság, amivel mondjuk már találkoztunk, mondjuk hogy kérdezik meg a részvevőknek a hangját, mennyi bele szólásuk van az adott dolgokba. De hogyha most megpróbáljuk ebbe a keretbe valamennyire elhelyezni ezt az egészet, nyomtattam pár ilyen kis papír fesztint, amin részint ott van a partnerség, az állampolgári irányítás, információ, megbékítés, konzultáció, terápia, manipuláció. És a kérdés az, hogy ezeket, amiket az előbb átbeszéltünk, felismeritek-e valahol ebbe a szövegbe, vagy valamit informál ez az alapján, amit most az előbb hallottatok. Mondjuk, hogyha kezdjük a manipulációval mondjuk. Tehát ebbe a szövegbe ugye megjelent több mód, ahogy a hatalom próbált válaszolni erre a problémára, ami ott most azt értem, hogy az állampolgárok valamiképpen bele akartak szólni ebbe a folyamatba. Mit mondnátok, melyik válasz volt az, ami mondjuk a manipuláció kategóriába esik, amivel azt értem, hogy nemhogy nincsen valós beleszólás, ugye ez egy nem részvételi szint, hanem még egy hamis képet is adnak a résztvevőknek arról, hogy mi zajlunk. Szerintem az a manipulálással vádoltak, hogy itt az a manipulálás volt. Aha. Volt egy ilyen rész a végén, mert jobb lenne, hogy nem tudom, mivel fogom. Hogy hangulatkeltés helyett partnerek lennek ebbe az egészbe. Valahol lehet egy hamis kép, hogy amit más érdekképviseletnek hív, az itt hangulatkeltés képjelenik meg is egy ilyen hamis képet ad tovább. Aha. Azt megfogalmazás. Mondjuk ide rakom ez a végéhez. Volt-e még mocsak? Még valamilyen hízelgős hangulatú, csak manipuláció rengeteg van. Egyébként. Ha nyugodtan mondjátok. Van egy ilyen, hogy... indoklása szerint értékelni kell a szakma hangját, nem lehet minden a pusztán a hatékonyságot figyelembe venni. Meg kell becsülni a történelmi eredmények jelentette értékeket, a hagyományt, melyek olyan kiválóságot jelentenek, aminek az elősegítésében az önkormányzat mindig partner volt, van és lesz. Ezt szerintem ez egy ilyen behízelgés, ami szemben belefér a manipulációba. Egy iskolánál figyelembe vették, 12-t meg 6-ban küldenek. Hát milyen arányok ezek? Mert most vegyük azt sikernek, hogy, hogy egy zeneiskolát felszámolunk. Ez manipuláció. Akkor ezt odaadom, és oda tudnád rakni a sok szövegkezik. Mások egy van hátra azért, hogy még a többit is át tudjuk beszélni, de mondtátok, hogy jó sok van még benne, hogy hol gondoltátok még, hogy kifejezetten ez jelenik meg, hogy valami hamis képet akarok adni, ahelyett, hogy valós beleszólást adni. Szerintem nem partneri viszony. Tehát mondjuk lehet írni egy gyanút fel, hogy ez a 98%, az még nem tükrözi a kerület lakosainak a véleményét. Mert akkor odarakom még ezt a manipulációt. Hol van az a... Én azt keresem most, hogy pontosan hol van. Igen, a 98%-os vélemény. Oké, szuper. Na, akkor megyünk tovább, és a terápiára gondolunk. Az egy olyan megközelítés, amikor ahelyett, hogy valamilyen
strukturális változást akarnék létrehozni. Azokat próbálom meggyógyítani, helyrehozni, akik igazából ezeket kritizálják. Tehát nem az egész rendszert koronavodosítom, azt, akinek a rendszer nem tetszik. Gyakorlatilag így is összefoglaltam. Ezt felfedezitek-e valahol ebben a szövegben? Mert mit a terápia? Ezt a terápiát most egy szinten így följel mentünk. Nekem kellene, jó, még egy példát. Mond még egyszer, hogy mi a terápiának a definíciója? Pillanat. Tehát ugye ahelyett, hogy strukturális változás lenne, igen, a benne szenvedő egyént próbálják valahogy meggyógyítani, megváltoztatni. Jaj, igen. Van itt a végén, amikor azt mondja, hogy következő napokban fogadtuk az alkalmazotti közösség referensét az önkormányzat ülésén, hogy hát téged meghallgattunk, ugye? Ez hol van? A végén egy idézet. Ki felhívta a figyelmet, a határt, tehát ugye egy ilyen izé, hogy hát... Vele, hát nem értjük, hogy mi a probléma itt, tehát ezt megbeszéltük. Ez egyébként a kormányunk elég sokszor használja szerintem ezt a taktikát, szintén szóval, de az ilyen szelektíven választanak valakit, akiknek meghallgatják a véleményét, és akkor arra rámondják, hogy hát itt egyeztetés történne teljesen, és ő ezt támogatta. Mondjuk ez lehet, hogy a... Ez igazából lehet, hogy valahol az ilyen... kamu konzultáció. Hogy érzitek, hogy inkább... Kutyacsont konzultáció, vagy nem tudom. Hol érzitek? Hát inkább a konzultáció, vagy inkább a... Lehet van volt, ezt is rakom. Ez szerintem inkább terápia. Én terápiának érzem. Ezt a végét, hogy a... Ugye háromféleképpen közelítünk, akkor merre menjünk el, mit mondhatok? Nem tudom, ez az, amikor egy testület, aki a magyar emberek egy részét kívül, és hogy azt kérdik, hallgassák meg, akkor nekünk. Igen, itt is a manipuláció az itt részinte erre vonatkozik. Ha nagyon akarjuk, akkor terápia, hogyha nem hazudik, mert komolyan gondolja. Tehát amit meghallgatottnak lenni, akkor körülbelül ez megtörtént, és ettől remélem, hogy ők nem fogják utána ezeket a struktúrális változásokat. Nem az, hogy kutyaköteleségünk őket meghallgatni, és elgondolni a mondani valójukat, az terápia. Csak de, akkor, hogyha garancia van az eredményességre is, csak akkor, egyébként csak látszik. Akkor hogy is szóval szerintem ez nem volt igazi konzultáció, mert azt mondja, hogy sőt, meghallgattuk a véleményét. Tehát, hogy meghallgattuk a véleményt azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz a zeneiskola ingóságaival, mint ezek is. Ezek, valamint az elbocsájtásokkal egyszerűen meghallgattak egy véleményt. Tehát ez semmiféle ígéret nincs benne. Ez egy terápia. Lehet ventilálni. Tehát az, akinek problémája van, az problémáját, ennek nincs hatása. Mennyire érezzük benne azt, hogy meg akarják őket változtatni? Valahogy ez a lényeg ennek a szintnek, hogy benned van a hiba, nem a rendszerben van a hiba, hanem neked a kis egyéni szint. Hát a végén hangulatkeltés helyett partnerek legyenek. Tehát, hogy hangulatkeltőkből csinálni együttműködőt. Igen, igen. Igen. Akkor adok egy ilyen... Megkezdésre nyugodtan többet is rakhatunk, mert elég vastag a szövege, hogy megfogalmaztátok. Azt is csináljuk, hogy gyorsan végignézzük, hogy mikkel tudunk még gazdálkodni, majd betartsuk az időkeretet, lehet, hogy nem lesz mindre időnk. Úgyhogy nézzük akkor, hogy van egy olyanunk, hogy partnerség, ugye állampolgári irányítás, hatalomátadás, megvékítés, információ és konzultáció. Tehát kicsit menjünk ezeken még egyszer végig. Ugye információra akkor beszélnénk, ha már valamilyen valós információ jön a hatalomtól az állampolgárok felé, de még nincsenek bevonva. Konzultáció, amit itt többször körbejártatok, hogy már leülnek a felek, akár álláspontokat egyeztetek egymással, békítés, amikor már ebbe a beszélgetésben megjelenik az, hogy dobunk valamit, de még nem adjuk meg azt, amit szeretnétek. Partnerség, amikor már valami valós beleszólása elkezdődik a résztvevőknek. Hatalomátadás, amikor gyakorlatilag egyre inkább nő az a terület, amivel beleszólás van, és állampolgári irányítás, amikor már az a projekt az abszolút az állampolgárok.
az itt nincs. Induljunk el felülről, és akkor mit gondoltok, hogy ezt a szintet kivegyük-e így a beszélgetésből, ha erről a szövegről beszélünk? Hát még nem így bízunk, mert hát a másik oldalon a szöveg. Oké, mert erre haladjunk. A szolidaritáshoz idejük oda, ahol szerepel a kifejtés. Nem szolidaritás, konzultáció. Még hatalmával már sincs. Konzultációt hova raknátok? Hát akkor ide. Tehát megtörtént egyáltalán szélre ült. Én érzékeny típus vagyok. Meg én konzultációnak hívnám ezt az online kérdőívet. Bárki elmondhatta a véleményét arra, hogy milyen feltételekkel támogatja az összevonás. Kitölti 98%-ot csak a családok védelme mellett állt ki az önkormányzati kezdeményezés. Pátyányi az önkormányzat a saját indítványát hívta vissza. De Pisti, ez egy konzultáció. A konzultáció mindig partneri viszont. Mondjuk van külön partnerség. Az partneri viszont, okay. De ez egy oldal. Úgy is tudjátok nézni, hogy ez a szint részvétel hiánya, részleges részvétel, vagy valós állampolgári erő, mert valami ilyesmiről beszéltek itt, hogy milyen szinten járunk egyáltalán. Most aztán tűkére, hogy itt a nyilván? Várjunk. Most a szél közelebb húzza. Egy kérdőív az csak egy információ együtt, és semmi más. Akkor semmi partnerség. Azt a részt föl tudod még egyszer most, hogy mi volt, amit ők válaszoltak, hogy mi mellett támogatják a micsodát? Csak a családok védelme mellett állt az önkormányzati kezdeményezés pártjára. Mostan csak itt hirtelen megállnék, az önkormányzati kezdeményezésnek úgy áll a pártjára. Megjelenik mondjuk az a válasz, hogy nem állok a pártjára. Tehát, hogy kérdés az, hogy pontosan. Tehát, hogy hogy érezzük akkor? Valóban meghallgatás van? Ez a tortának csak egy szelete. És akkor a többi... Akkor ez segíti azt a gondolkodást, hogy milyen szinten vagyunk, amiről nem megyünk. Hát még a részleges részvételnek az alján. Mit gondoltam? Mert vegyük azt, hogy hány embernek nincs internetje, akinek esetleg van véleménye. Hát minimum egy lakossági fórum vagy élőbeszédes meghallgatás. Egy ilyen típusú konzultáció az egy teljes, az is tulajdonképpen arra jó, hogy pacifikálja, terápia gyakorlatilag, mert azt hiszi az ember, hogy valamit csinál, közben meg nem csinál. És a konfrontációnak az elkerülését adta. Igen. Akkor ez van olyan, hogy megbékítés? Valami hasonló felé gondoltál? Megbékítésünk van. Ott fönn nincsen, de itt lent van. De jó, akkor megbékítés. Tehát megbékítés gyakorlatilag egy másik fordítás annak, ami gyakorlatilag közeledés. Tehát, hogy valamit már kapunk, de igazából csak egy ilyen konzdobás. Hát ez egy tisztelás. De még egy megbékítés alatt a manipuláció rész. Hogy az? Hát, hogy oda megbékültem is, hogy előtt valamit, nem tudja háborúban. Pedig esélytük ilyen volt, hogy megbékítették őket, hogy mondták, nem vannak időbb fát. Akkor megbékítették. Úgy pedig az, hogy egy iskolát nem zárnak így be, de szemben az összes többit, ahogy mondtad az előtt. Hát ez diktátum, annyi lehetőség van, hogy tudomásul veszi, mert megalkuszik azzal a helyzettel, hogy ők nem annyira viszi a puskát. Ez egy teljesen... Kicsit előre mondanék, hogy nem tudom, hogy ez esetleg eléri a partnerség szintjét, vagy inkább talán a megbékítés, mert a pont az jól hangzik. Mert itt az elején van egy ilyenünk, hogy a tankerületi központ vezetője, valamint a polgármester úr közös interjújukban fejtették ki, mi szerint, de új korszak kezdődött, a cél a munkaalapú közösségi politika a helyi családok védelmében. Ezt én el tudnám képzelni, mint egy ilyen megbékítés, és igazából ez egy ilyen megbékítési stratégia, hogy kiállítjuk a tankerületi vezetőt is, de valójában érdemi beleszólása úgy sem lesz. Mit kapnak a szerintem ez inkább informálás. Azt mondja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók megfelelő nyelvismeretű birtokában egy hónapig ingyen tanulhatnak az osztrák testvérpáros. Most az a helyzet, hogy ez egy nagyon kis, tehát ez nem a hátrányos gyerekeket érinti, mert a hátrányos gyerek nem fog olyan megfelelő nyelvismerettel rendelkezni, hogy ki tudjon menni ájzében, tehát a testvérvárosba, de mindegy. Tehát ebben is van egy manipulatív elem, de úgy tűnik, mint ha adna valami. Arról nem is beszélve, hogy hány olyan hely van. Szerintem, amit az is felmondott, az inkább informálni, de lelukkorabb, az is felesőbb. Hány olyan hely van, ahol
hány olyan hely van, ahol bizony azt nézik, hogy kedves szülő mennyit tolt be az iskolai alapítványban, akkor az ő gyerekében valamit valamiért. Ez egy nagyon üzleti viszonyán is sárban. Én támogatom ezt, hogy ez egy megkészítés kategória. Valamit, valamit kapnak. Szerintem nézős van. Gyakorlatilag ez a konzdobás, ez erről szól. És azt hiszem, amit te mondtál, az összesek az inkább információ áll, de egy szépen milyen definíció jönnek. Tehát én legalább valami olyasmi információs átadódik, ami nem egy hamis visszajelzés, és valóban valami információ átadódik, de hatalomba való beleszólás, alkupozíció, azt nincs. Mondjuk ebből nem derül ki, hogy a tankerület vezetője így adott-e információt a vezetőség felé, meg a polgármester felé, de ő is már derült elé beleszedjük. Hát azzal, hogy a pedagógusoknak egy szakmai konferenciát szerveztek, azzal vélhetőleg egy beszámoló információ. Ja, van olyan is? Igen. Megkötelezték, hogy a tankerületet a pedagógusok számára konferenciát szervezni. Még ezt az egyet szinten van időnk megbeszélni, aztán majd át kell adnunk a sátrat, ha jól emlékszem. Úgyhogy hogy gondolkozunk erről a részről? Melyik? Most hát én sokkal jobban szóltam volna a mai társadalmi helyzetről beszélgetni. Szerintem hatalomátadást keresünk már, hogy azt is adjuk. Gyakorlatilag most kicsit kihangosítanám azt, amiről beszéltetek, hogy mi az a szint, ameddig most az egész szövegbe eljutott. Tehát, hogy mi az, amire azt mondanátok, hogy ez megjelent, viszont ez már olyan magasság, amihez egyszerűen nem tudunk elérni ebbe a szövegbe. Őszintén szóval partnerség, szóval az állampolgári erő az nem volt már szerintem. Partnerség alatt van a közeledés, ugye erről mondtuk, ez a konzdobás. Hova lejött, hogy meddig jutott el ez a szövetadik? Szerintem is igen. Mert a gyakorlatilag amit itt láttunk, itt azért elég szépen szórt a szöveg olyan tekintetben, vagy hát nevezzük nevén a hatalom ebben az esetben, hogy hova engedtem őket, hogy próbáltam ezt a diskurzust igazából irányítani, de volt egy pont, amit fölé már nem engedtem, hogy menjen. És nyilván ez talán nem lepetek senkit, hogy egy kitalált szöveg, viszont megtörtént eseményekből összegyúrva, hogy jól összeszűkítve, hogy mik azok a jelenség, amikkel igazából találkozunk. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy kritikai pedagógia, pszichológia, hogy tudjuk egymást segíteni és egymástól tanulni, akkor például, hogyha van valami olyan információ morzsája a diákoknak, amit a szakszervezetek meg tudnak adni, vagy fordítva. És ugyanez igaz az akadémikusokra és a szakszervezetekre, akkor a közeledésbe és a hatalom és tudás megosztásba gondolom, hogy ezért elengedhetünk. Valami lenne, úgyhogy én nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ha valami visszajelzést tudtok adni, akkor azt pedig megköszönjük. Köszönjük. 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 Köszönjük.